Tűzoltók érkeznek a Gönyői kikötőbe. Karbantartás közben tűz ütött ki a partfal mentén, a hídfőállás elszabadult és egy hajónak ütközött. Többen megsérültek, a Dunába pedig olaj került. A mentést egy felborult hordó is nehezítette, amiben veszélyes anyag volt. A baleset és a bevetés szerencsére nem volt valódi, ám csak tavaly több mint 100 olyan határmenti tűzeset történt, amelynél valamelyik szomszédos ország erőivel közösen kellett a lángokat eloltani. Ez a mostani akció egy szlovák-magyar közös tűzoltási gyakorlat volt. Ez a fajta gyakoroltatása szükségeltetik ahhoz, hogy szinte készségszinten, vagy legalábbis olyan szinten tudjuk majd az esetlegesen bekövetkező káreseket kezelni, hogy egy mankót adjunk mi a munkatársainknak, hogy ez alapján kell elindulni, ez az a séma, ami alapján hatékonyan tudnak majd dolgozni. A gyakorlatban 36 magyar és 36 szlovák szakember vett részt. A magyarok az életmentésről, a tűz eloltásáról és a lakosság védelméről gondoskodtak, a szlovákok feladata pedig a veszélyes anyag semlegesítése volt. Nagyon sok ilyen kisebb olaj foltokkal találkozunk, és sajnos be kell avatkozni. Legutolsó volt itt a év elején Szlovákia területén egy román hajó, mikor vesztegelt, tehát fölakadt a zátonyon, és oldalára dölt, és kisebb mennyiségű olaj kifolyt. Hát, ha bejutott volna Dunára, valószínűleg a Duna felszínéről nem tudtuk volna eltávolítani, de ott a helyszínen, ott, ahol keletkezett, el tudtuk távolítani. A gyakorlatot a rendőrség, a mentőszolgálat, a környezetvédelem és a vízügy szakemberei is segítették.